Most jelen pillanatban hivatalos fotózás történik a mai napon. Ezzel debütálnak a 16 fős döntős csapat lányai. Fontos, hogy stílus szakértőként az összhangra kell koncentrálnom, ami nem csak a ruhákból és a kiegészítőkből áll, hanem természetesen a hozzáillő smink és a haj is nagyon-nagyon fontos. Általában a divat bemutatókon ugye nagyon-nagyon fontos az, hogy egységes smink haj legyen, viszont ez egy szépségverseny, és nagyon-nagyon fontos az, hogy a sminkkel és a hajjal a lehető legjobbat hozzuk ki a lányokból, és nyilvánvalóan éppen ezért nem minden esetben egyformák a sminkek, illetve a hajak. Fontos az, hogy azért valamelyest az egyéniségüket is tükrözze. Elsősorban a lányoknak a színvonalát emeljük a szép frizurákkal. Vada Zoltánnal 3 éve dolgozunk együtt, első alkalommal Érd szépen volt megrendezve, akkor Érdért vállaltuk el, és megmaradt a közös munkánk, a szimpátia és az együtt dolgozás. A hangulat nagyon jó, a lányok nagyon szimpatikusak, nagyon közvetlenek, mindenki alkalmazkodik mindenkihez, nagyon jó a közös munka. Nagyon szépek a lányok, szóval lehet rajtuk dolgozni, gyönyörű szép szemük van, szájuk, valakinek szép a szeme, valakinek a szája, és itt ezeket kell kihangsúlyozni, akinek szép a szeme, akkor a szemét, akinek a szája, az kaphat szép piros rúzst, úgyhogy gyönyörűek. Munkám során a természetességre szoktam törekedni, mindig kiemelem a nők szépségét. Nem szoktam túl erősen sminkelni, azt szoktam helyesnek tartani, hogyha a nők megmaradnak a maguk teljességében szépnek, és ezt egy kicsit kiemelem munkám során. Huszár Évának hívnak, Budaörsről lakom, és jelenleg szakácsként dolgozom. Nagyon szeretek sportolni, jelenleg konditerembe járok. Miért döntöttél úgy, hogy megméretteted magad? Én nagyon jó kihívásnak tartom, meg egy kis önbizalomnövelés céljából. Marton Fanni vagyok, 21 éves, Tahitótfaluból érkeztem. Hobbim a lovaglás, futás, olvasás. Mindenképp kíváncsi voltam rá, hogy ilyen sminkbe, hajba milyen képek készülnek az emberről. Aztán a továbbiakban is ugye a felkészülés része lesz egy ilyen napos edzés, hogy itt is hogy tudok részt venni, hogy fog tetszeni. Aztán ugye nyilván a január 12-i döntő, ami a legfontosabb, és ennek az egésznek a hangulata nagyon vonz és érdekel. Tavaly is indultam, és úgy gondoltam, hogy idén is megmérettetem magamat. Dömsödről érkeztem, 22 éves vagyok, modellkedem, és jelenleg Szegedre járok a Tudományegyetemre jogi asszisztens szakra. Nagyon tetszett tavaly ez a verseny, azóta voltam már több szépségversenyen is, de ez eddig a favorit. Emi Eszter vagyok, 19 éves, a Budapesti Gazdasági Egyetemen vagyok első éves hallgató, nappali tagozaton, nagyon szeretek sportolni, és a hobbim a festés. Emellett azért indultam a Mestvengye szépségversenyen, mivel szeretném bebizonyítani minden lánynak, hogyha nem teljes mértékben olyan a testalkata, a magassága, a súlya, mind az elvárt, mind a kifutó modelleké, ettől függetlenül lehet szép, lehet dekoratív, és meg is nyerhet talán egy versenyt. A nevem Kis Korinna, és jelenleg az ELTE jogi karán vagyok, 3. éves tanuló. Mindig is szerettem a szépségversenyek világát. Ahogy már mondtad, én korábban is indultam már szépségversenyeken, értem is elhelyezéseket. Igazániból csak egy újabb megpróbáltatás számomra, egy remek lehetőség. Szerintem az ember soha nem hagyhatja abba saját magának a fejlesztését, ezek egy remek mérföldkövek arra, hogy megnézhessem. Azóta mennyit változtam, mennyivel vagyok nőiesebb, illetve talpra esettebb esetleg. Milyen a hangulat, milyenek a lányok? Én úgy gondolom, hogy ez egy ritka jó verseny lesz. A lányok nem csak hogy szépek, de barátságosak is. Könnyen találtunk szerintem, a többiek nevében is mondhatom, de újabb barátokat. Uptown, funky, wow. Uptown.
Uptown funk you up, Uptown funk you up. Én Budapestről érkeztem, a BME-n vezetés és szervezés mesterszakra járok, illetve egy TB-s bérügyintéző OK-jéra is mellette, illetve HR gyakornokként dolgozom egy iskola szövetkezetnél. Igazából már a tavalyi szériát is végigkövettem, és nagyon szimpatikus volt az egész, szerettem volna én is kipróbálni magam egy ilyen rangos versenyen. Katánke Gabriella vagyok, 24 éves, és Budapestről érkeztem. Én divattervező stylist szakon tanultam, és most örülök, hogy ezzel kapcsolatosan részt vehetek ebbe a versenybe, és kipróbálhatom magam a másik oldalt is, úgyhogy nagy örömmel várom, hogy mi lesz a továbbiakban. Krósz Ágnes vagyok, 20 éves, Érdről érkeztem, és a Pécsi Tudományegyetem 3. éves sportszervező szakos hallgatója vagyok. A hangulat. Szerintem nagyon jó, mindenki barátságos, kedves, mindenkivel lehet beszélgetni, mindenki nyitott. Boráka Alexandra vagyok, 23 éves, Budapestről érkeztem. Szabad időmben szeretek hobbi szinten sportolni járni, illetve hobbi szinten fotózkodni járok. Szerettem volna egy színvonalas eseményen elindulni, egy színvonalas versenyen, és úgy gondoltam, hogy ehhez tökéletes lesz ez a verseny. Teljes nevem Varga Bianca Judit, Százhalombattáról érkeztem, 18 éves vagyok, és a Sziszkibe járok Battán. Szerettem volna magam kipróbálni, és képviselni Százhalombattát. Rettenetesen jó a hangulat, nagyon sokat nevetünk, jól érezzük magunkat. Gábor Erika vagyok, 18 éves, Török Bálinton élek, táncművészeti szakközépiskolába járok, imádom a táncot és táncosnak készülök. Kiskorom óta központi dolog volt a szépség, meg mindig fontos volt a megjelenés, emellett mindig csodálva néztem a szépségversenyeket, és titkom mindig reménykedtem, hogy hát ha egyszer én is indulhatnék, és talán mostanra ért meg bennem az, hogy megpróbálom, és én is megmérettetem magam egy versenyen. Szülős Jenikő vagyok, 23 éves. Personal tréner vagyok, és recepciósként dolgozom egy gyógyszeripari cégnél. Nagyon szeretnék a médiában szerepelni, modellként esetleg majd későbbiekben feltűnni, és ez a verseny alkalmas volt arra, hogy én meg is mutathassam magam úgy igazán. 18. kerületben lakom, most fogok végezni nemzetközi tanulmányokon, és sportmenedzseri végzettségem van már. 6 éve modellkedtem, és úgy gondoltam, hogy azzal már nem foglalkozom aktívan, ezért szeretném kipróbálni magam így befejezésképpen egy szépségversenyen, hogy mennyiben tér el a divatvilágon belül ez az ág. Úgy gondolom, nagyon profinálnak hozzá a stylist, ez nagyon sokat segít nekünk, tényleg mindenben ott áll mellettünk, és úgy gondolom, hogy a szervezők is mindent biztosítanak, hogy a lányok úgy fel tudjanak készülni a versenyre. Kormai Alexandra vagyok, 23 éves, Dunakeszin lakok. Idén végeztem a Szegedi Tudományegyetem képi ábrázolás alapszakán és festészet szakirányon. Jelenleg grafikus szakon végzem a tanulmányaimat, és jövőre szeretnék jelentkezni dizájnművészetmenedzser mesterszakára. Valami hobbi? Hát nagyon szeretek olvasni, és én is az a típus ember vagyok, aki a munkám, a hobbim, tehát festeni nagyon-nagyon szeretek. Kispáldi Annának hívnak, 21 éves vagyok, és születésem óta Márian Asztrán élek a családommal. A Károli Gáspár Református Egyetemre járok jelenleg. Ezen kívül nagyon szeretek otthon az állatainkkal foglalkozni. Ez az első verseny, amin elindulok. Szeretném magamat megmérettetni, hogy hát, ha egy falusi lány is tud szép lenni. Kovács Ágnes vagyok, Dunakeszire jöttem, és 18 éves vagyok. Egy gimnáziumban tanulok, és szabadidőmben táncolok. Uptown funk you up, uptown funk you up.